Köszöntöm nézőinket, mai helyszínünk Pécsen a Gandhi Gimnázium, technikum, kollégium és alapfokú művészeti iskola. Az iskola igazgatójával, Ignác István úrral fogunk beszélgetni, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. De az egy dolog, hogy a Gandhi Gimnáziumban, az iskolában tartózkodunk, mi a Gandhinak az emlékszobájában vagyunk. Így igaz, ez a helyiség Mahatma Gandhi emlékszobája. Mi itt magunk között India szobának is szoktuk nevezni, illetve szoktuk nevezni szülők szobájának is. Itt fogadjuk azokat a szülőket, akik dolgukat, ügyeiket intézik nálunk, illetve akivel beszélgetni ülünk le. És általában a vendégfogadásnak is ez a megszokott helye az iskolában. A népi hagyomány tükrözi a berendezés, az elrendezés. Mennyire tudatos szakmai összeállítás volt ez? Szakembereket hívtak ehhez? Egyrészt az indiai nagykövetség útmutatása alapján és részben az általuk ajándékozott berendezési tárgyakkal került felszerelésre ez a szoba. Másrészt pedig megjelennek benne azok félig meddig az indiai képi formavilághoz köthető hagyományos cigány motivumok is, amelyeket egyébként akár amelyekkel ma is találkozhatunk a cigány népviseletben például. Úgyhogy ez egy tudatos berendezés ilyen értelemben mindenképpen. És egy bizonyos fogalmat szeretném, hogyha tisztáznánk így a nyilvánosság előtt. Ugye van a cigány, van a roma. Van, aki azt mondja, hogy az ugyanaz. Van, aki azt mondja, hogy nem. Egyik megharagszik rá, a másik nem. Hogy van ez? Mi a különbség? Nyelvjárásban talán, vagy ez olyan, mint egy ilyen tájegység? Hogy kell ezt értelmezni? Utána lehet olvasni, mindenki tudja. De szerintem jobb, ha most az ön szájából halljuk ezt. Egyrészt a cigány egy tágabb fogalom. Romának magukat Magyarországon az olácigányok nevezik. A beás cigányok, az itt élő beás cigányok magukat inkább cigánynak nevezik. Tehát Magyarországon, illetve a magyarországi cigány közösségekben sem a cigány szó, illetve a cigány szó is és a roma szó is elfogadott. Tőlünk nyugatabbra, Nyugat-Európában inkább a roma kifejezést használják, ami mellé nem tapadtak olyan pejoratív gondolatok és érzések, előítéletek, amelyek bántóak lehetnének. De mi itt Magyarországon úgy gondoljuk, hogy mind a két kifejezés használható. Ezt az iskolát 1994-ben a Gandhi Alapítvány hozta létre, és ez az iskola egyedülálló nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Van-e hasonló iskola azóta, létezik-e? Cigány nemzetiségi gimnázium van Magyarországon is, sajnos nem annyi, amennyire szükség lenne, vagy amennyire szerintem szükség lenne, de néhány azért van. Európában másutt nem nagyon van ilyen intézmény, illetve ha van, az nem feltétlenül abban az értelemben Gandhi gimnáziumhoz hasonló intézmény, hogy nem biztos, hogy ott az érettségi vizsgára való felkészítés folyik. Összességében még mindig azt mondható, hogy Európában is és a világon is azért csak kevés ilyen intézménnyel találkozunk, mint a Gandhi Gimnázium. Annak idején mit tette szükséges, mi motiválta az alapítványt, hogy létrehozza ezt az iskolát, ami nagyon komplex? Igen. Nyilván a motivációról most persze mondhatnám, hogy elsősorban ők tudnának nyilatkozni, akik az alapító tagjai voltak az intézménynek, de annyi bizonyos, hogy a motiváció között szerepelt, hogy a magyarországi cigányságnak szüksége volt, van olyan nemzetiségi oktatási és kulturális intézményre, mint amilyennel rendelkezik egyébként a Magyarországon élő más nemzetiségek, vagy rendelkeznek más nemzetiségek is, horvátok, németek, szlovákok és így tovább. Miért maradna ebből ki, és miért ne érdemelne ilyen intézményt a legnagyobb magyarországi nemzetiség. És másrészt nyilván ennek az intézménynek az is célja, hogy, és akkor ott valamikor a rendszerváltás utáni időről gondolkodunk most, hogy azért az értelmiség és az érettségével rendelkező társadalmi rétegek között azért nagyon-nagyon kis arányban voltak cigányok. És ahhoz, hogy a magyarországi cigányság
azért előre tudjon lépni, az integrálódása felgyorsuljon, azért nyilvánvaló, hogy ehhez az oktatáson keresztül vezet az út. Legalábbis én ezt gondolom, és valószínűleg mások is, hogy a legbiztosabb út, a leghosszabb távú gondolkodásnak a lehetőség az oktatásra mutat mindenképpen. Tehát kell, oktatás nélkül nincs semmilyen fejlődés. Itt van egy nagyon híres és sikeres Arany János kollégiumi program. Mit kell ezzel alatt érteni? Igen. Az Arany János kollégiumi programban tanuló diákok számára tudunk biztosítani olyan szociális és pedagógiai támogatást, amelyet egyébként egy más hagyományos program nélkül működő intézményben nem tudna biztosítani egy intézmény. És valóban itt a legalapvetőbb szociális támogatásokra gondolok, az, hogy aki ebben a programban részt vesz, annak minden, ami az oktatáshoz kapcsolódik, az a rendelkezésre áll. Az ingyenes étkeztetéstől, a kollégiumi elhelyezésen keresztül, a hazautazás költségeig, a fejlesztő, korrepetáló, felzárkóztató órák, a színházlátogatás, és nem akarok sorolni minden, ezt ez a program biztosítja a számukra. Nyilván ennek a programnak vannak olyan pedagógiai elemei, amelyek egy hagyományos oktatásban nincsenek. Ez a program egy előkészítő évfolyammal indul, amely előkészítő évfolyamon az általános iskolai tananyag átismétlésére van lehetőség. Itt már be lehet avatkozni, megnézzük, hogy kinek milyen speciális segítségre van szüksége, és akkor azt igyekszünk személyre szabottan megadni a diákoknak ezeket a fejlesztéseket, hogy az előkészítő év után a normál gimnáziumi oktatási folyamat már zökkenőmentesen menjen. Erre az évfolyamra mi kidolgoztuk a saját pedagógiai rendszerünket, amely nagyon-nagyon sokban eltér egyébként más vagy hagyományos oktatási formáktól, de egyelőre azt látjuk, hogy ez nálunk ez vált be és ez működik. Milyen osztálytípusok vannak az iskolában? Tudom, van 5-osztályos rendszer, 4-osztályos és technikusi képzés, különböző asszisztenseket, már van, amikor kész emberként kerülnek ki az iskolából a fiatalok. Illetve úgy pontosítanám a dolgot, hogy a technikumi képzést azt most hirdettük meg, egy oktatási szakasszisztens képzést hirdetünk, egy osztálynyi tanulót tudunk felvenni. Kifejezetten azzal a céllal és olyan szakembereket fog képezni ez a program, oktatási asszisztens, szakasszisztens, akik az óvodától a középiskoláig a pedagógiai munkába tudnak becsatlakozni, és a pedagógiai munkát segítő munkatársként tudnak részt venni. És mivel valóban az óvodától a középiskoláig készíti fel a diákokat, gyakorlatilag bárhol, bármelyik településen, bármelyik városban ilyen munkát tudnak találni. Érettségi vizsgát és szakvégzettséget ad, és hát a szakvégzettségnek, a technikumi végzettségnek köszönhetően természetesen pluszpontokat jelent az ilyen irányú, például pedagógiai jellegű egyetemi továbbtanulás esetén. Képzésen belül a nyelvi képzésre is nagy hangsúlyt fektetnek, ugye van a két nyelv, a beás és a lovári, nekik ebből külön vizsgát kell tenni, ezt egész pontosan illik és kell tudniuk, vagy ez is szabadon választható, nem kötelező. Igen. A technikumi osztály, amit az előbb említettem, ami indulni fog, az mellett és alapvetően mi gimnáziumi képzést folytatunk, aminek vannak kötött és vannak választható elemei. A választható elemek között például ott vannak, aki ezt választja természetesen, ott vannak a belügyi rendészeti és a honvédelmi képzések. Ha valaki a későbbiekben jellegű munkavállalást vagy továbbtanulást tervez, akkor ez nekik nagy segítség tud lenni. És hát a választható program vagy elemek között félig választható, félig kötelező, ott van a nyelvtanulás is. Az angol vagy a két nyelvet kell tanulnia náluk is a diáknak, mint minden gimnáziumban. Nálunk az első nyelv az angol vagy a német, a diák választása szerint. A másik nyelv pedig a két magyarországi cigány nyelv közül az egyik, a beás vagy a romani. Az egyiket a kettőből tanulnia kell. Hogy ezekből nyelvvizsgát vagy érettségi vizsgát tesz-e, az szintén az ő választása. Egy nyelvből érettségi vizsgát kell tenni. Van, aki
ebből az európai nyelvet, a németet vagy az angolt választja, és van, aki a cigány nyelvet választja, mert nyilván erre is lehetőség van. Híres emberek is kikerültek ebből az iskolából, hogy az első igazgató az Bogdán János úr volt, és van a Farkas Franciska, aki színésznő, pedagógia, nem is tudom, bocsánat, pillanat, drámapedagógusként is dolgozik, és számos olyan értékes munkával foglalkozott. Ők, amikor itt zajlott az életük, akár tanulóként, akár pedig igazgatóként, milyen emlékeket hagytak maguk után? Hát Bogdán János munkája, és ő tényleg aztán az alapítástól igazgatói tevékenységének végéig olyan nyomot hagyott, amely megkérdőjelezhetetlen. Az ő szellemisége, ő és a munkatársai nyoma az a mai napig felfedezhető, hiszen az a szellemiség, amit a Gandhi képvisel, az onnan eredeztethető természetesen a mai napig. Úgyhogy erről nagy valószínűséggel órákat lehetne beszélni, de azt hiszem, hogy mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy éppen az idei évben alapított Pécs városa egy roma nemzetiségekért végzett munkáért való díjat, amely Bogdán János nevét kapta, és ezt a díjat most ítélték oda először, és ezt a Gandhi gimnázium kaphatta meg természetesen, tehát Gandhi gimnázium kapta meg. Elsőként is, mert nagyon büszkék vagyunk. Bogdán János szobra már régóta egyébként az intézményben van. Tehát az ott induló munka, 90-es évek elején induló munka nyomai azok itt vannak velünk. Nagyon sokan, kb. 1000 érettségizett diák hagyta el kb. Eddig a Gandhi gimnáziumot. A nappali tagozat mellett felnőtt oktatás is van egyébként az intézményben, levelező tagozaton. Tehát kb. 1000 érettségiző hagyta el, és például Farkas Franciska is, aki most viszont az oktatója az intézménynek, ha nem is teljes állásban, de nagyon örültünk neki, amikor jelezte, hogy Pécsen fog most dolgozni, és egy drámapedagógiai csoportot kezdett most el fejleszteni és vinni itt a gimnáziumban, és gyerekek örömmel járnak hozzá, és büszkék vagyunk arra, hogy Franciska most itt van közöttünk. De aztán voltak más, volt gandhis diákok is, akik visszatértek dolgozni, vagy valamilyen módon kapcsolatban vagyunk velük. Tehát azért van, hála Istennek, kapcsolat a régiekkel, és igen, nagyon sokan közülük nagyon-nagyon sok, nagyon szép pályát futottak be. Milyen arányú a továbbtanulás, a sikeres továbbtanulás? Gyakorlatilag az érettségi után valamilyen módon mindenki tanul még, vagy a diákoknak a túlnyomó része valamit még tanul. Van, akiben nagyon jól megérlelődik az a gondolat, hogy ő egy bizonyos szakmát akar megtanulni, és érettségi után természetesen minden szakma tanulására lehetőség van. Az idejek között is van ilyen, és ennek nagyon örülünk, ha valaki egy szakmát még tanul, meg találja meg a helyét az életben, ez a lényeg. A felső oktatásban körülbelül az érettségiző diákok egyharmada jelentkezik, és nagyon-nagyon széles a terület most már, hogy hova jelentkeznek, vagy hova mennek. Míg azért a korábbi időszakban, 10-12 évvel ezelőtt mondjuk, alapvetően pedagógiai, szociális területek voltak a jellemzőek. Ma azért már informatika, műszaki terület, tehát nagyon-nagyon kiszélesedett gyakorlatilag ez a kör, ahova ők jelentkeznek. És igyekszünk is egyébként ezt a pályorientációs munkát kiszélesíteni, amennyire csak lehet. Egyébként miért pont Pécsen jött létre ez az iskola annak idején Magyarországon? Ugye az alapítvány hozta létre, igen. Az ötletek honnan származnak? Tehát itt volt egy nagy fokú érdeklődés, nyitottság, másokból kifolyólag egy nagy szükséglet, hogy ugye itt Pécsen ennyire magas szintre jutott ráadásul. Igen. Nyilván itt van egy nagy szükséglet, hiszen Magyarország két földrajzi ellenpólusa, a Dél-Dunántúl és Észak-Kelet-Magyarország, az, ahol a cigányság nagyon nagy arányban található meg. Itt Dél-Dunántúlon, tehát egy
erősen felülreprezentált a cigányság aránya a lakosságon belül, adta magát természetesen a dolog, hogy itt például erre szükség van. Pécsváros egy sok nemzetiségű város, és éppen emiatt egy nagyon befogadó város. Eredetileg, amennyire én tudom, az intézményt nem ide tervezték Pécsre első körben. A másik város, ahol meg, vagy felmerült ennek a létrehozása, az ettől elzárkózott. Pécs viszont örömmel befogadta a Gandhi gimnáziumot, úgyhogy hála Istennek most jó helyen van, azt gondolom. Ja, a cigányságra jellemző a fokozott impulzivitás, az érzelmek, a művészetek iránti fogékonyság. Itt nagyon komoly művészeti oktatás zajlik, úgy tudom, táncban, hangszeres képzésben, színjátszásban, sok-sok mindenben. Erről egy picit, ha többet tudhatnánk. Egész pontosan hányfajta képzés van, kik oktatnak, tehát végül is van, akit azért nagyon híres oktatók is még ezen a területen. Egyrészt ugye azt tisztázni kell, hogy egy cigány fiatal, amikor ide kerül hozzánk, nem úgy kerül ide, hogy ő táncolni, zenélni, valószínűleg ők, akik ide jönnek hozzánk, még nem tanultak ilyet. Legalábbis biztosan nem, vagy nagy valószínűséggel nem egy formális keretek között működő iskolában, egy művészeti iskolában. De gyakorlatilag zömmel itt kezdődik a művészeti tanulásuk, a művészet tanulásuk. És a mi alapfokú művészeti iskolánkban egyébként végzett művésztanárok oktatnak. Néptáncot, a hangszeres zenének nagyon sok változatát, az ütő hangszerektől kezdve a hegedűig, egy zongora, nagybőgő, basszusgitár, stb. Egy csomó minden megjelenik itt az oktatásban, és közben, és egyébként meg a klasszikus zenei tanulás tantervére épülve, de mégis speciális elemekkel kiegészítve. És itt kétféle speciális elem keveredik be a mi művészeti oktatásunkba. Egyrészt a könnyű zene és a jazz, ami iránt iszonyatosan fogékonyak és érzékenyek a gyerekek. Másrészt pedig, és ez számunkra legalább ilyen fontos, hanem fontosabb, vagy ugyanilyen fontos, az a cigány népzene és a cigány néptánc. És ezeknek a vegyítésével zajlik egy nagyon jól megtervezett és nagyon-nagyon jó szakemberek által végzett művészetoktatás, iszonyatosan szép eredményekkel. Annak ellenére, hogy ahogy mondtam, nálunk a művészetoktatásban a diákok 4 évig vesznek mindössze részt. Tehát itt nem áll előttük egy kisgyermekkor óta elindított művészettanulás, és hát amikor nálunk végeznek, akkor lehet, hogy be is fejeződik az ő esetükben. Nagyon sok jót, meg szépet hallottunk az iskolára, a gyerekekről és az oktatásról is, viszont azt mindenki tudja, hogy serdülőkorú fiatalokról van szó, akik akár így, akár úgy, de azért problémát hordozhatnak magukban, kivétel nélkül talán mindenki Igen. így van ezzel. Az ő problémás életük, vagy akár az esetekkel kapcsolatban hogyan tudnak segíteni a fiatalokon? Mennyire jellemző akár iskolai pszichológus, vagy külön foglalkozás? Hogy oldják ezt meg? Igen. Először is most mondhatnám, igen, van iskolai pszichológus, természetesen főállásban itt dolgozik, és nagyon örülünk neki, és sok munkája van. Ő egyedül ezt nem tudja természetesen megoldani. A Gandhi gimnáziumban dolgozó pedagógus és minden kolléga viszont iszonyatosan elkötelezett. És nagyon hálás vagyok nekik, mert fantasztikus munkát végeznek, és csak együtt tudunk ilyen helyzeteket megoldani. Szükség van arra, hogy minden gyereknek legalább 2 idézelve anyukája, apukája legyen. Legyen egy osztályfőnöke, aki itt van vele délelőtt, és legyen egy kollégium nevelője, csak neki, aki ott van vele délután. A hozzánk járó gyerekek 91%-a egyébként kollégista, tehát hétfőtől péntek délutánig itt van velünk. És ez a nagyon sok együtt töltött idő kell, és ad a lehetőséget arra, hogy problémákat kezelni tudjunk együtt, közösen, diákkal, szülővel és szakemberekkel együtt. Igyekszünk, ha kell, bevonni külső szakembereket is. Idei évben fog például elindulni az indítesekkel egy közös program, egy egész iskolára kiterjedő és egy hosszú, több évre kiterjedő folyamat, amiben sok lehetőséget látok, de
A lényeg, hogy nagyon-nagyon sok embernek közös munkája van abban, minden eredményben, amit mi itt el tudunk érni. A művészetiskolában tanító kollégának is szerepe van benne. A kollégiumi nevelőnek is szerepe van benne. A földrajz, az irodalom, a stb. Tanárnak is szerepe van benne. Úgyhogy csak kollektívaként működik minden. Magányos harcosként nem lehet eredményeket elérni oktatásban és nevelésben. Kitüntetések, egyéb elismerések, akár versenyek, sport vagy bármilyen téren mi jellemző, illetve nagyobb utak külföldre, akár versenyek révén, akár esetleg Gandhi emlékét ápolván is. Hál' Istennek mindegyikből van bőven. Ha most a végéről kezdem egy kicsit a kérdésnek, nagy utak minden évben van, legalább 2 kirándulás, amelyek zömmel, nem minden esetben, de zömmel külföldre irányulnak. Idén Dél-Franciaországban voltak a diákok, most október elején valamikor. Cannes, Monaco és a környék volt az úti cél, fantasztikus élményekkel tértek haza. A tavaszi időszakban minden diák számára van osztálykirándulás. Ezt egyébként és mindezeket egyébként az Arany János program tudja finanszírozni a gyerekek számára, ez a gyereknek, szülőnek nem kerül költségébe. A tavalyi évben elsősorban a horvát tengerpart környéke volt, Szlovénia volt ezeknek az osztálykirándulásoknak a célja. Hát az idei évben még nem terveztük meg, de már rajta vagyunk. De volt már az idei évben budapesti, teljes iskolára kiterjedő budapesti kirándulásunk, színházlátogatása, a Dunai, tehát csomó út, mert a mi gyerekeink zömmel apró kis falvakból jönnek. Itt bekerülnek egy ehhez képest nagyvárosba, és mi szeretnénk ezt a világot még kinyitni nekik. És nem csak azért, hogy lássák a Dunát egy hajóról, az is fontos, hanem lássák azokat a lehetőségeket, hogy hova lehet eljutni egyébként, és nem csak földrajzi értelemben, ami viszont munkát és tanulást jelent. Ez egyfajta motiváció is ezért, akárhogy nézzük. Sok versenyen jelennek most már meg gyerekeink, és itt irodalmi versenyektől művészeti versenyekig egy csomó mindenben nagyon komoly eredményeket hoznak. Hát a művészetben kifejezetten, itt minden évben, minden második évben kerül megrendezésre Magyarország legnagyobb középiskolai művészeti fesztiválja, a Helikoni Fesztivál Keszthelyen. Több ezer középiskolás versenyez mindenféle számban. Hát onnan soha nem jöttünk el még 4-5 aranyérem nélkül, és gondolom ez most idén is így lesz tavasszal. Szóval készülünk ezért ezekre, és nagyon-nagyon pozitív élményeink és eredményeink vannak ezzel kapcsolatban. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Az időnk elfogyott, biztos, hogy rengeteg minden van még itt önöknél. És további sok sikert kívánok az iskola további épüléséhez, fejlődéséhez, főleg a gyerekek terén. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt lehettünk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, önök Ignác Istvánnal hallhattak most egy közel fél órás beszélgetést a Pécsett a Gandhi Gimnáziumban. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Jangli mas cosas